Gyülekeznek a futás szerelmesei a Bauer Rudolf egyetemi sportcsarnok előtt. Ezek a felvételek a fél évvel ezelőtti nyuszis nyargaláson készültek. Idén rendhagyó módon virtuális formában rendezik meg a futóversenyt, melynek bevételéből ezúttal a Reménység autista és autisztikus sérültekért alapítványt támogatják. Virtuálisan és helyszíni részvétellel is szeretük volna megszervezni a nyuszis nyargalást, hogy az ország minden területéről tudjanak segíteni azok, akik szeretnek futni. Végül februárban a vírus helyzet fokozódása arra ösztökélt minket, hogy átváltsunk teljes virtuális formára, és a helyszíni részvételt azt megszüntessük. Így a negyedik virtuális óvári nyuszis nyargalásra nem határoztak meg a szervezők teljesítendő távot. Mindenki annyit fut, amennyit szeretne. Csupán egy e-mailt vagy messenger üzenetet kell küldeni a szervezőknek a lefényképezett futóóráról, hogy igazolják a részvételt. A nyuszis nyargalás legfőbb küldetése a jótékonykodás. Minden nevezésből 1500 forintot ajánlunk fel a helyi Reménység autista és autisztikus sérültekért alapítványnak, illetve ezen kívül a futók még meg tudták vásárolni a rendezvény pólóját is, és így további 500 forinttal tudták támogatni az alapítványt. Március 26-áig lehetett nevezni 4000 forinttal, amely egy virtuális oklevelet, érmet, postaköltséget, valamint az alapítvány támogatását tartalmazza. A futást a húsvéti hosszú hétvégén kell teljesíteni, az igazoláshoz a fotókat pedig a futótársak sl@gmail.com e-mail címre, vagy a Futótársak Sportegyesület közösségi oldalán üzenetben kell elküldeni.